Jó reggelt, Európa! Remélem jól aludtál. Március 17-én kora reggel Lesbos keleti partjainál. Egy órával ezelőtt megjelent egy menekült csónak kint a tengeren, aztán utána ment egy NGO-nak az életmentő csónak, és kiderült, hogy időközben elromlott a motorja, amit erre a menekült csónakra szereltek, és most már több mint egy órája itt sodródik a tengeren, egyre távolabb a partoktól, és ilyenkor az a procedúra, ezt most tudtam meg, hogy nem segíthetnek neki, tehát nem vontathatják be a partokra, bárki is megy oda, csak a parti őrség, de a parti őrség még nem érkezett meg. Most mindenki azt várja, hogy a parti őrség mikor fogja ezt a csónakot kimenteni. Mert az a mentőcsónak, amelyik ott van egyébként a közelében, az nem tehet semmit. Hát ilyen egy teljesen átlagos hétköznap itt Lesboson, Lesbosnak a keleti partjainál. Aztán végül sikerült beindítani a motort, és mint látható, partot ért ez a menekült társaság itt a csónakjukkal együtt, átfázva, csuromvizesen itten gyalogolnak a város felé.